korábbi évadok jársági sikerei után nem is volt kérdés, hogy számos csoport és szólista is elindul a néptánc és hagyományőrzés egyik hazai fővárosából, hogy az elődök nyomában az utódoknak is kivívja az elismerést. Ilyen volt a Jársság gyermeknéptánc együttes is, mely Busai Norbert és Zsuzsanna felkészítésével állt a színpadra a november 18-ai elődöntőben. Hát augusztus végétől kezdtük a gyerekekkel a felkészülést, akkor kezdtük el a magyar bőri táncoknak a tanulását, mellette egy komoly erőnléti fejlesztésben részesültek a gyerekek, tartásjavítás, ugrásfejlesztés, és a felkészülés második felébe pedig a koreográfia készítés volt. Nagyon büszke voltam rájuk, a maximális tudást bemutatták a színpadon, nem is egyszer, hogy mind a két napon minden a fellépési lehetőségnél maximálisan teljesítettek. Szerintem a kihozták magukból a legtöbbet, nagyon nagy büszkeséggel töltött el, szerintem úgy, mint a városlakókat is egyaránt. Nagyon kemény volt a felkészülés, de egyben izgalmas is, és élményekkel teli, hiszen együtt készültünk fel, ugye, mint a csapat, és így az együttlét volt egy igazán élmény számunkra, de izgultunk is. Milyen volt a műsorban fellépni az élő showban? Mivel előző nap már próbáltunk így a színpadi tér, meg a csúszás, a színpad csúszása, meg ilyenek már nem volt fura, de mégis az, hogy tudtuk, hogy ez élőben megy, látnak mindent, az kicsit fura volt, de jó is volt, rossz is volt, és így együttesen. Ugye a tánccsoporttal már nagyon vártuk ezt a felszállott a pávát, és nagyon örültünk annak, hogy bekerültünk a sok, hát több ezer csapat közül, ugye a Kárpát-medencéből, akik jelentkeztek. Már ez is ugye egy nagy dolog, hogy bekerültünk. Köszönjük, kérjük a pontszámokat, miért elájulunk! Tivár Böske! Tízes! Avócs Gergely! Tízes! Sebestyén Márta! Tízes! Sebő Ferenc! 10-es Kocsis Erikő, 10-es Berec István, 10-es! Hatalmas taps és ováció tükrözte vissza a Jászberényi gyerekek fantasztikus produkcióját. A csapat maximális 60 ponttal jutott be a középdöntőbe. Tényleg a páva történetében itt 2012-t ugye a felnőtt együttes, aztán szolisztikus kategóriában tavaly is az egyik gyermekcsoportunk az elődöntőig jutott, most ugye a középdöntőbe vagyunk már, ez mindenképpen nagy öröm számunkra, és hát szeretnénk megfelelni, és hát lehetőség szerint még tovább jutni, bár nem egyszerű feladat, hogy itt az elődöntőbe a Busai Norbi és kedves felesége egy felvidéki táncokat vitt színpadra. Most úgy gondoltuk, hogy a középdöntőben kicsit nosztalgiázunk, mint a felnőtteknél jássági, tehát hazai táncokat fogunk vinni, a Szűke Pátriánknak a táncát, és hát remélhetőleg egy olyan produkció lesz, amely meggyőzi a zsűrit arról, hogy érdemes tovább vinni a döntőbe, ott pedig majd már egy erdélyi táncot, tehát úgymond színes a paletta, hát reméljük, hogy ott sikeres lesz a középdöntőnk is. Én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy már most ott vannak a legjobb négy között, lehet azt mondani, ez egy nagy siker mind a Viganó iskola, mind a gyerekeknek a részére számára. Addig is folyamatos felkészülés és kemény próbák várnak a csapatra. A Jászság gyermeknéptánc együttesnek legközelebb a verseny középdöntőjében szurkolhatunk. De nem csak nekik szurkolhatunk majd, hanem a Jászfényszarúi Horváth Áronnak is, akit Unger Balázs és Balogh Kálmán készített fel az élősóra. A tehetséges fiatal cimbalmos az elődöntőben szintén letaglózta a zsűrit produkciójával. Tavaly is próbálkoztunk, de akkor nem jártunk sikerre, és mivel most is ebben az évben is gyerepáva volt, úgy döntöttünk, hogy megint jelentkezünk, és most sikerrel jártunk. Gratulálok! Hát lássuk a pontszámokat!
Timár Böskétől elsőként. 10-es Agócs Gergely. 10-es. És a tekintet, hogy hát mi más lenne. Sebestyén Márta 10-es, Sebő Ferenc 10-es, Kocsis Enikő 10-es, Berec István. Nyomd, Pisti! Nyomd! 10-es! Áron szintén maximális ponttal kvalifikálta magát a tehetségkutató középdöntőjébe, és természetesen az iskola mellett már a következő megmérettetésre készül. Milyen volt fellépni az élősóba? Jó érzés volt, örültem neki, hogy föllépettem. És ahhoz mit szóltál, hogy maximális 60 pontot kaptál a zsűriktől? Nagyon meglepődtem, hogy maximális pontot kaptam. Nem gondoltam volna. Hogyan készülsz a következőre, a középdöntőre? Nagy erővel. A középdöntőben sejemcsárdást hallhatunk majd Árontól. Szurkoljanak majd neki is, hogy valóra válthassa az álmát. Szavazzatok rám a középdöntőben, hogy eljuthassak a döntőig, és megvalósíthassam az álmomat, hogy vehessek magamnak egy új címbalmot.